Idén ünnepli alapításának 50. évfordulóját a Sóstói Múzeum falu. Ebből az alkalomból különleges programokkal és kiállításokkal is készültek a skanzen dolgozói. Februárban befejeződtek a felújítási munkálatok, az új létesítmények készen álltak a vendégek fogadására, azonban a szokásos áprilisi nyitás elmaradt a március közepén életbe lépett korlátozások miatt. Hivatalosan április 1-én nyitottunk volna, de most ez a pandémiás helyzet miatt megváltoztak a viszonyok, és május 8-án pénteken kinyithattuk a Sóstói Múzeumfalut. Hát ezen a napon, illetve hát a többi napokon is, amikor nyitva vagyunk, és nyitva leszünk, akkor igyekszünk tevékenységeket biztosítani a látogatók számára, hogy természetesen megnézik a múzeumfaluban az áttelepített épületeket, azoknak a berendezéseit, de akinek esetleg kedve van valamilyen aktivitásban részt venni, ők ezt megtehetik, és minden napra kínálunk elsősorban a kisgyerekes családok számára valamilyen kézműves tevékenységet. A múzeumfalunak a kültéri kemencében, az Anacsi portán, az udvaron van egy kemencénk, ott pedig szombatonként készítünk kenyeret és kelt tésztából készült kemencében sült finomságokat. Ezeket meg lehet majd kóstolni, megnézni, hogy hogy készül, illetve hogy sül a kemencében, és meg lehet a végeredményt majd kóstolni. Egyelőre nagyobb rendezvényeket, illetve hát rendezvényt ezt nem tudunk tartani, mert a jelenlegi rendeletek ezt nem teszik lehetővé, és aki bejön a Sóstói Múzeumfalu területére, és zárt térbe lép be, ott a maszk használata kötelező, illetve hát kérünk mindenkit, hogy a 1,5 méter távolságot azt tartsák meg majd. Igyekeztek a látogatók érdeklődését fenntartani, internetes felületeiken virtuális tartalmakat gyermekeknek saját gyűjtésükben lévő meséket tettek közzé azért, hogy az otthonlét érdekesebb legyen az ilyen tartalmakra nyitott vendégek számára. Igyekeztünk változatos tartalmakat megosztani, illetve egy kicsit így tematizáltuk a hétnek a napjait. Hétfőnként tanodánk van, amelyik az otthon tanuló gyerekeknek segít az ismeretek átadásában, és olyan érdekes feladatokat, tevékenységeket mutatunk be, amelyek a gyerekeknek az otthoni tanulását segítik. Kedden a műtárgyainkról jelentetünk meg mindig egy-egy érdekes tárgyról, egy tárgyleírás, de azt is érdekes formában, olvasmányos formában. Van olyan nap, amikor kézműves tevékenységet mutatunk be, hogy hogyan készül egy-egy tárgy, amit ők maguk otthon is elkészíthetnek, ennek a címe, hogy kézműves. Most legutóbb egy kis tarisznyának a készítését mutatta be a múzeumpedagógus kolléganő, és vannak olyan témák, amiket blog formájában dolgozunk fel, azok is kapcsolódnak részben ugye az elmaradt programjainkhoz, mint a húsvéthoz, vagy a Szent György naphoz, vagy a majálishoz, ezekről készülnek blogok, illetve egy hónapban egyszer, minden hónap első szerdáján egy mesét is kínálunk a gyerekek számára. Most legutóbb két mesét is a Múzeumfalu tavaly megjelentetett egy kiadványt, nyírségi mesék vannak benne, és ezekből láthatnak, illetve hallhatnak az érdeklődők, ezeket a meséket ismerhetik meg. Az 50. évforduló alkalmából tervezett programok közül igyekeznek minden olyat megtartani a nyár folyamán, amit a jogszabályok és a biztonsági előírások betartása lehetővé tesz. Lesznek kézműves foglalkozások és gasztronómiai programok is. A jó idő hétvégén sok ember csalogatott ki a természetbe, sokan látogattak el a múzeumfaluba és az állatkertbe is.